Polgármester úr, Budakeszi irányából a Somogyi Béla utcán, a főúton megérkezünk. A falu szélén 2 darab buszmegállót építenek. Igen, még év elején a képviselőtestület úgy döntött, hogy itt ezt a 2 buszmegállót, ami már mondhatom azt, hogy évek óta készültünk rá, hogy rendbe tesszük, átépítjük. Most sikerült oda eljutnunk, hogy mind a 2 buszmegálló kialakítása a nyár folyamán elkészül. A falu felé menő oldalon egy külön kiállósávval. A másik oldalon sajnos nem lehet külön sávot, mert nem fér el. Ott csak maga a buszmegálló peronja fog elkészülni. Itt pedig a kiállósáv és a peron együtt. Ez körülbelül 20 millió forintba kerül, mert ahogy itt látja, mellettünk van egy vizesárok, és ezt is ki kellett váltani. Eléggé megnövelte az összeget, és valószínű, hogy ez a fele olyan július első hetébe kész lesz, és utána jön a másik fele, tehát július végére mind a 2 buszmegálló elkészül. Az ember arra gondolna, hogy a vonatnál van, hogy a vasútállomás az a MÁV-hoz tartozik. Ez nem a Volánhoz tartozik? De igen, csak a Volánnak, mint akár a közút KHT-nak, ezekre a dolgokra nincs forrása. És hogyha azt akarjuk, hogy egy faluban megoldódjanak ezek a problémák, akkor sajnos az önkormányzatnak kell ezeket állni. Buszmegálló ügyben hogy lesz a folytatás? Hát néhány évvel ezelőtt kicseréltük egész faluba magát a buszmegálló épületét. Most még van a Telki úton 2 buszmegálló, ahol szintén a megálló rész, a kiálló részt kell majd megcsinálni. Ez valószínű csak, mivel terveztetni kell, ez a jövő évre húzódik. Viszont itt mögöttem 100 méterre még a nyáron elkészül egy gyalogátkerőhely, és ezzel együtt a Töki utca és a Rákóczi út sarkán is még egy gyalogátkelőhelyet csinálunk, úgyhogy augusztus végére ez már mind kész lesz. A tervek, mikor készültek, vigyáztak arra, hogy illeszkedjen a falu hangulatához, a millióhoz? Igen, természetesen. Persze az út kialakítás, tehát az útból való kicsatlakozás és visszacsatlakozás, az kimondottan a közútnak az engedélye, tervezése alapján készül. Maga a buszmegálló épületet azt úgy terveztük, hogy minden buszmegálló egyforma, fából készült, és kicsit erdélyi mintázattal terveztettük és készítettük el.